Sziasztok, itt vagyunk Sándorét bejáratánál. Ismét elhívtam ide hozzátok egy igen ismert embert, a magyar ultrafutás egyik legszínesebb alakját, Takács Krisztiánt alias Csipit. Futottunk egy jót, szerintem egy igazán jót. Igen, legalábbis a te szinten nem biztos olyan jó volt, nekem nagyon jó volt, de örülök, hogyha neked is jó volt. 32-es távot ismét, és igazán a véleményre lennék kíváncsi, hogy hogy tetszett az egész, meg egyébként át is adnám akkor a szót, nem szaporítom tovább. Nekem a fő pozitív észrevételem az volt, hogy mivel ez egy nyári túra lesz, és valószínűleg dögmeleg lesz, mert a Mátrának az északi kevésbé járt részén járunk, és az északi oldalnak van egy ilyen nagyon jó mellékhatása, hogy nagyon jó hűvös völgyek vannak, úgyhogy nyáron ez mindenképpen mindenkinek jó lesz, hogy nem fogunk megrohadni a melegen a napon. Kevés a kitett rész, ez szintén jó hatással van a melegre, meg pár helyen például a Ilona vízesésnél meg is lehet mártózni, úgyhogy ezt mindenképpen, ez miatt mindenképpen javaslom a túrát, meg azért, mivel hogy a Mátrának az északi oldalán vagyunk, amit azért kevesebbet járunk jóval, mint a klasszikusokat. Olyan. Van kilátás, igen, a panoráma, főleg északi irányban, meg viszonylag kevés a technikás rész, sokan futni való. Úgyhogy lehet szaladni majd szépen, persze túrázni is, de aki futni szeretne, annak mindenképpen jó, mert sok a haladós rész. Köszönöm az invitálást, és találkozunk majd, mikor is pontosan? Június 25-én, itt a Kőkapunál, a Rátfürdőn. Innen indul mind a három táv. Szeretettel várunk mindenkit. Sziasztok! Pápa!